Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja az Ez történt ma. Mai témáink röviden. Joe Biden kijelentette, hogy minden eszköz felhasznál annak érdekében, hogy Trump ne lehessen újra elnök. Embertelen döntés Montanában. Az abortusz túlélt újszülötteknek nem jár orvosi ellátás, és jogi értelemben nem is számítanak személyeknek tömegesen kötnek házasságot az orosz párok a katonai mozgósítás óta, és a mozgató rugó nem mindig a szerelem. Felfedezték a földhöz legközelebbi fekete lyukat, a kutatók nem tudják, hogy honnan került oda. Önök a november 10 i adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már közel 12 ezer feliratkoztak a YouTube csatornánkra is. Ha esetleg ezt még nem tették volna meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Joe Biden kijelentette, minden eszköz felhasznál, hogy Trump ne legyen újra elnök. Az amerikai elnök kijelentette, hogy újra ringbe akar szállni a fehér házért, és minden alkotmányos eszközt felhasznál annak megakadályozására, hogy elődje ne legyen újra elnök. Biden szerint télen kiderül, hogy Ukrajna készen áll egy kompromisszumra Oroszországgal. Leszögezte, hogy megvétóz minden a terhesség megszakítás országos tilalmáról szóló jogszabályt is készen áll a közös munkára és a kompromisszumra a republikánusokkal, jelentette ki Joe Biden elnök a félidős választások fejleményeit értékelő sajtótájékoztatón. Az elnök a választás politikai kimenetelét illetően megjegyezte, hogy a demokraták erős éjszakán vannak túl, ami szerinte az bizonyítja, hogy az első ciklusát töltő demokrata párti elnök félidős választáson az elmúlt 40 évben ilyen kevés képviselőházi széket még nem veszített. Az elnök a Fehérházban tartott sajtóértekezleten arról is beszélt, hogy a félidős választások eredményei világosan beszélnek az emberek aggodalmairól. Ezek között a növekvő megélhetési költségeket, az infláció csökkentésének szükségességét, a bűnözést és a közbiztonságot említette. Hozzátette, arról is világos üzenetet küldtek a választók, hogy meg akarják őrizni a demokráciát és a szabad választáshoz fűződő jogot az Egyesült Államokban. Joe Biden kijelentette, hogy felfogta az emberek aggodalmát, és elismerte, hogy az elmúlt időszakban elért gazdasági eredmények és intézkedések hatása a mindennapokban még nem érzékelhetők. Az eredmények között megemlítette a munkahelyek számának növekedését, a munkanélküliség mérséglését és az államadóság csökkentését. Az elnök az elkezdett gazdasági intézkedések folytatását ígérte, amelyek szerinte idővel meghozzák az érzékelhető eredményeket is. Joe Biden utalta arra, hogy a kitűzött célok érdekében a politikai tengely mindkét oldalával szeretne együttműködni. Megjegyezte, hogy az elmúlt majdnem két évben 210 jogszabályt írt alá, amelyeket mindkét pár támogatásával fogadott el a törvényhozás. Kijelentette, hogy függetlenül a választás végső eredményétől készen áll a közös munkára a republikánusokkal, és hozzátette, hogy véleménye szerint az amerikai emberek azt is világosá tették, hogy elvárják a republikánusoktól, hogy ők is álljanak készen az együttműködésre az elnökkel. Közölte, hogy nem enged a társadalombiztosítási rendszer lényeges módosítására vonatkozó javaslatoknak, és megvétóz minden a terhesség megszakítás országos tilalmáról szóló jogszabályt is. Ugyanakkor készen áll a kompromisszumra sok más témában. Reményét fejezte ki, hogy a külpolitikát illetően folytatódik a kétpárti megközelítés, ennek részeként pedig az, hogy szembeszálljanak Oroszország ukrajnai agressziójával. Kérdésre válaszolva egyetértett azzal, hogy a legutóbbi ukrajnai események azt mutatják, hogy Oroszország az orosz hadsereg hadszinténen valós problémákkal szembesül utalta arra, hogy a téli időszak időt adhat mindenki számára, hogy átkalibrálja hozzáállását, és az is kiderül, hogy Ukrajna készen áll egy kompromisszumra Oroszországgal. A republikánusok képviselőházi vezetőjének Kevin McCarthy-nak közelmúltbeli szavaira reagálva, mi szerint a republikánusok egy törvényhozási többség esetén nem hajlandóak Bianco csekket az elnök kezébe adni Ukrajna támogatását illetően, Biden megjegyezte, bízik abban, hogy sikerül, modus vivendit kidolgozni az együttműködésre. Ugyanakkor úgy vélte, hogy a Bianco csekről eddig sem volt szó, hiszen Ukrajnának szállított katonai eszközök felhasználási körének feltétele, hogy azokat Ukrajna csak saját területének védelmére alkalmazhatja. Arra a kérdésre, hogy mit gondol Donald Trump esetleges újraindulásáról az elnök jelöltségért, Joe Biden kijelentette, hogy minden alkotmányos eszköz felhasznál annak megakadályozására, hogy elődje ne legyen újra elnök a saját újraválasztási terveivel kapcsolatban megerősítette, hogy szándéka az újraindulás, ám hozzátette, hogy erre a kérdésre a jövő év elején fog visszatérni. A választással kapcsolatos elemzéseink YouTube csatornákon hallgathatók meg a leírásban szereplő linkeken. Embertelen döntés Montanában. Az abortusz túlélt újszülötteknek nem jár orvosi ellátás, és jogi értelemben nem is számítanak személynek. Montan államban egészen hátborzongató döntés született a héten lefolytatott népszavazáson. A szavazó polgárok többsége megszavazta, hogy az abortusz túlélő és azután világra jövő újszülötteknek ne járjon orvosi ellátás, és jogi értelemben ne is tekintsék őket személyeknek. A november 8-ai népszavazáson résztvevő szavazók 47,83%-a vagyis 198 ezer montanai állampolgár voksolt arra, hogy a fejlődés bármely szakaszában élve született csecsemőket jogi értelemben igenis tekintse az állam személyeknek. Továbbá arra, hogy a sikertelen abortusz ellenére élve csecsemőknek is járjon orvosi ellátás. Azokra pedig, akik megszegik a hatályos rendelkezéseket, akár 50 ezer dollár pénzbüntetést és vagy akár 20 év börtönbüntetést is ki lehessen szabni. A választók többsége azonban 52,17 százalék, vagyis 216 ezer fő, azonban a nemre voksolt. Így Montana államban azok a csecsemők, akik csodával határos módon túlélték az abortálást, az élveszületés után sem lesznek szívesen látva az élők között. Tömegesen kötnek házasságot az orosz párok a katonai mozgósítás óta, és a mozgató rugó nem mindig a szerelem. Oroszország szerte 75 régióban több mint 31 ezer katona fogadott örökhűséget a párjának, amióta Vladimir Putyin orosz elnök elrendelte a részleges mozgósítás szeptemberben. Október végén volt olyan nap, amikor több mint száz pár házasodott össze, de megszaporodtak a városházákon tartott tömeges esküvők is. Szentpéterváron tízes évvel adták össze a párokat a részleges mozgósítás elrendelését követő napokban, és az ünnepségek során a párok egyszerre húzták fel a gyűrűiket, és ajándékot is kaptak a városházán. A házasság kötések mögött azonban többféle ok húzódik meg, nem csak a szeretet és a szerelem. Azoknak a nőknek, akiknek a berendelték a párjukat, a férfiak halála esetén nem járna a 114 ezer euró értékű, vagyis 45 millió forintos kormányzati támogatás. Ezért sokan döntöttek úgy a mozgósítás hírére, hogy összekötik az életüket, és ha a katonák esetleg életüket vesztenék az orosz-ukrán háborúban, ilyen módon gondoskodnak párjuk jövőjéről. Az orosz törvények szerint a háborúban megsérült katonák csak nem 49 ezer eurós, vagyis 19 millió forintnak megfelelő támogatásra számíthatnak, és az állam támogatja a kórházba került sebesültek házastársának utazási és látogatással kapcsolatos költségeit is. Sokaknak az orosz-ukrán háború miatt változott meg a házassággal kapcsolatos véleménye. Tatjana Neustoreva és Piotr Korjadin például már évtizedek óta ismerik egymást, és két éve együtt is élnek. De a nő egészen eddig nem akart összeházasodni, mert csak formaságnak tartotta. Korjadin viszont teljesen másként gondolkodik a házasságról. Nekem úgy tűnik, hogy egy világszintű apokalipszissel állunk szembe. És a házasság egy olyan horgony, amit előre dob az ember, és ez talán valahogy kihúzza őt. A káosszal teli világban olyan ez, mint a rendszigete, mondta a férfi. Mások azért házasodtak össze, mert csak így tudtak együtt külföldre menekülni a háború és a mozgósítás eről. Kirill és Katya Goroddi nem értett egyet Ukrajna megtámadásával, és tisztában voltak vele, hogy ha nyíltan találkoznak, akkor akár tíz éves börtönbüntetésre is ítélhetik őket. Az orosz törvények alapján viszont a házaspárokat megilleti az a jog, hogy látogathassák egymást a börtönben is, míg ez a lehetőség a nem házaspárok számára nem áll fenn. Kátyának végül külföldön ajánlottak munkát, de Kirill nem hagyhatta volna el vele az országot, hanem házasodtak volna össze. A pár Georgiában kötötte össze az életét, elmondásuk szerint azért döntöttek a házasságkötés mellett, mert a bizonytalanságok közepette legalább így tudjuk, hogy egy család vagyunk, mondták. Felfedezték a földhöz legközelebbi fekete lyukat. A kutatók azonban nem tudják, hogy hogyan került oda. Csillagászok felfedezték az eddig ismeretek szerint a Földhöz legközelebb eső fekete lyukat, amely 1600 fényévre található bolygónktól. A fekete lyukat eredetileg az Európai űrügynökség Gája űrszondájának segítségével azonosították, közölte Karem Elbadri kutató. Eleinte a fekete lyuk társ csillagának mozgását figyelték meg, amely a fekete lyuk körüli pályán kering körülbelül ugyanakkor a távolságban, mint amekkorára a Föld van a naptól. Elbad rész csapata ezután a Hawaii Gemini Obszervatóriumból folytatta a munkát. A kutatás megerősítette őket a fekete lyuk felfedezésének tényében, amelyről a londoni Királyi Csillagászati Társaság havonta megjelenő tudományos folyóiratában számoltak be. A kutatók egyelőre nem tudják megállapítani, hogy a fekete lyuk hogyan jöhetett létre a tejútrendszerben az űrobszervatórium után Gaia B7 egyre keresztelt kozmikus jelenség a kígyó tartó csillagképen belül helyezkedik el. Nos ennyi fér be mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, november 10 i adásában. Holnap újra várom Önöket aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már közel 12 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek elemző világértelmező munkáját, a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindenkinek a viszonthallásra.